Fájt, amikor annak idején Nyilas Rozmárnak gúnyolt téged a jobboldali tábor, köztük én is? Nem. Itt az újságírókról van szó. Volt egy külön csoport. Nem fájt, és az eredeti verziója szerintem baromi vicces volt, mert az eredeti verziója az kaszáskeresztes Rozmár volt. Azt én nem hallottam. És ezt megadja Gábor, találta ki szerintem. Legalábbis belőle nézem ki, hogy van olyan ilyen politikatörténeti műveltsége, hogy ezt a kaszáskeresztes dolgot tudja, hogy mi ez. Ez egy kevésbé ismert történet a két világháború között. Ez egy ilyen agrárfasiszta mozgalom volt, és én azt gondolom, hogy ezt az eredeti kaszáskeresztes Rozmár elnevezést, ezt azzal érdemelhettem ki, hogy nekem volt egy cikksorozatom, ami még az Alfa hírre íródott, és ez a vidéki Magyarország gondjairól szólt. És ebben elég drámai hangvételű cikkeket írtam arról, hogy hát a vidéki Magyarország azért mindig mennyire nehéz körülmények között él, és hogy itt pusztul a vidék, stb. Stb. És szerintem ebből lehetett az asszociáció, hogy ez a vidéki agrárfasiszta gyerek vagyok én, mert hát ugye az Alfa hír, meg ugye a Jobbikhoz köthető médium volt, illetve hát ma is az, csak már egészen más. Meg a Jobbik is, ez egy más kérdés. Úgyhogy szerintem én ezen állati jót röhögtem, mert szerintem ez egy baromi ötletes dolog volt. Nyilván az a része persze igaztalan, hogy én nem vagyok náci, meg soha nem is voltam, se Nyilas. De szerintem ebben a szakmába, aki a személyes sértődés luxusát megengedi magának, az nem nagyon való ide. Pláne, hogyha olyan kesztyű nélkül boxoló figura, mint amilyen én magam is vagyok. Tehát azért én se spórolok a jelzőkkel, hogyha valakit éppen minősíteni akarok. És azt is szeretem, hogyha az egy kicsit vicces, és mert az jobban szúr. Úgyhogy én ezt egy ilyen az ironikus újságírás egyik teljesítménynek tartottam, én baromi jót röhögtem rajta. Azért sem maradhatott fent a Nyilas Rozmár, mert ez már szinte nem létezik, mert hogy nem vetted fel, tehát hogy a célpont tulajdonképpen immunis volt? Lehet, hogy az volt, igen, hogy ezért nem maradt fent a jelző. Úgyhogy nem mondom, hogy hiányolom, szóval nem akarom itt felszólítani Ambróziékat, meg a többieket, hogy kezdjenek egy Nyilas Rozmározni megint, de mondom, engem ez különösebben nem érintett meg. Ennél én keményebbeket leírtam másokról. Balogh Gábor a mai Bezzeg vendége, újságíró. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a műsor meghívását. Én köszönöm a hívást. Volt-e valaha az életedben olyan szakasz, ahol nem párttagkönyvi szempontból, de te fideszes voltál? Volt. Mikor és miért? Én 2002-ben szavaztam először, és akkor én a Fideszre. Akkor én a Fideszre szavaztam. Sőt, én kim voltam azon azóta is vitatott létszámú 2002-es giga megmozduláson. Akkor találkoztam. Ahol baromi jól éreztem magam. Hát az ott a pár ember között, hogy elolvashattuk a Népszabadságból, hogy néhány ezeren voltunk, akár össze is futhattunk volna. Egy hatalmas tömeg volt. Nekem az volt azt hiszem az első politikai rendezvény, amin részt vettem, de nem teljesen igaz, mert előtte március 15-én viszont a Hősök terére mentem ki a Mi Épnek a rendezvényére, és utána hát ott meghallgattam, amit meghallgattam, volt, ami tetszett, volt, ami kevésbé, és akkor én úgy döntöttem, hogy a Fideszre szavazok. Nekem én a mai napig egyébként azt gondolom, hogy a 98 és 2002 közötti kormányzás az nagyon sok szempontból példaértékű volt. Hát én azt nagyon személyes, hát tragédiának nem, azért ne túlozunk, de személyes fájdalomnak éltem meg azt a választási eredményt, tehát csalódásnak a magyar társadalomban. És meggyőződésem egyébként, hogy nagyon sok minden, ami ma el van rontva, vagy ami mondjuk személyesen nekem nem tetszik a magyar politika mindkét oldalában, az akkor indult el. Milyen érdekes, hogy ezt a fájdalmat felhozott 2002-ből, és hosszas unszolás után, többszöri vacilálás után végül is Medgyessy Péter lemondta a Bezzeg műsorban való szereplését, csak milyen érdekes, hogy tulajdonképpen, ha megtestesítened lehetne, akkor akár Medgyessyhez is adresszálhatnád ezt a csalódást, de nyilván a történelem azóta bebizonyította, hogy nem feltétlenül ő volt. Ő nevezhető a szimbólumának annak az útnak. Tudtuk volna, hogy még mik jönnek. Igen. Azért is tettem fel egyébként ezt a kérdést, mert és ezzel együtt meg is indoklom a nézőimnek Gábor jelenlétének az okát, hogy miért gondoltam rá, mert figyelve a Kötött Fogás című műsorban való állandó szereplésedet, beszélgetve kollégákkal, barátokkal, és néha belepillantva a műsor YouTube kommentjeibe. Valami olyasmi körvonalazódik bennem, illetve rólad, hogy azoknak a jobboldali médiafogyasztóknak, akik egyébként minden oldal tartalmát szívesen megnézik, mert hogy úgy kapnak teljes képet a magyar közéletről, ott a legkevésbé elutasított szereplő annál az asztaltársaságnál például Balogh Gábor, aki leginkább, bár kritikus, de és kritikus és kemény, de ő az, aki megpróbál valami fajta korrektséget és távolságtartást mutatni, az Balogh Gábor. Valószínűleg azért ebben az is benne van, hogy ha most azokról a jobboldali vagy kormánypárt érzelmű médiafogyasztókról beszélünk, akik mondjuk megnézik ezt is, azért hozzájuk valószínűleg én állok legközelebb világnézetileg biztos. Is egyébként annál az asztalnál. Annak ellenére, hogy azért többen vannak ott, mondjuk Rehért János, aki régen KDNP-s volt, és ma is egy konzervatív keresztény gondolkodású ember, de nem csak világnézetileg, hanem lehet, hogy mentalitásban is. Én ugyanis alapvetően rengeteg problémámban a jelenlegi kormányzásról is szoktam ezeket mondani, de én azt gondolom, hogy az nem visz előre, ami az ellenzéki közvélemény nagy részében van, és szerintem lényegesen durvább példák vannak ám, mint a kötött fogás erre, amit nem én neveztem el, de nagyon találónak tartom a minden szarizmus kifejezést, amivel nem az a probléma, hogy bizonyos dolgok szarok, most maradva itt a kifejezésnél, mert vannak, amik nem jók, vannak nem jó dolgok, azokat néven kell nevezni, rájuk kell mutatni. Az az igazi probléma, hogyha elhisszük, hogy ez az ország nem tehető jobb helyé, mert ennek a nulladik feltétele az, hogy ez a jelenlegi hatalom, ez lehetőleg máma még tűnjön el, vagy holnap reggel 8-ra tűnjön el, akkor már pedig ez nem történik meg. Ugye ez nagyon fontos, hogy 22-ben kiderült, hogy nem történik meg. És nem is fog megtörténni a következő választásig, legalább matematikailag nem lehetséges. Lehet itt álmodozni arról, hogy egy kétharmados hatalom majd valami kataklizma folytán összeomlik. Egyrészt ennek az országnak nem lenne jó, ha egy hatalom összeomlana, csak úgy, mert egy hatalmi vákuumnál semmi se rosszabb. Meg hát gondoljunk bele, hogy mi kéne történjen ebben a hazában ahhoz, hogy egy kétharmados hatalom összeomoljon. Előbb az országnak kell alatta összeomlania. Most aki ebben reménykedik, az vagy nem szereti a hazáját, vagy rosszul szereti. Tehát akkor az valami olyat kíván a hazájának, ami nem jó. Van ennél nagyobb baj is, mert hogyha lemondunk arról, hogy ez az ország egyébként lehetne jobb hely, azzal együtt is különben, hogy jelenleg van egy olyan hatalom, amilyen van, akkor lemondunk igazából arról, hogy egyrészt, hogy néha reménykedjünk, meg lemondunk igazából arról, hogy néha jól érezzük magunkat. És szerintem ez egy nagyon nagy baj, hogy kialakult egy ilyen iszonyúan depresszív ellenzéki közvélemény, és ez a depresszió, ez most már agresszióba vált át, ez így szokott lenni. Ez egy pszichológiai közhely. Néznek egy olyan meccset, ahol a csapatuk mindig veszít. És idő után az szokott lenni a lelátóról, hogy elkezdik kitalálni, hogy ki a bundás játékos, kit vettek meg, ki az, aki nem igazi. Szóval én is megkaptam nem egyszer, hogy téged hogy vett meg a Fidesz? Te miért nem, te most itt miért kell egyrészt másrészt hozni, mert nincs egyrészt másrészt, csak az van, hogy minden szar. Márpedig, most nem mondom, hogy nincsenek tökéletesen rossz történelmi élethelyzetek vagy szituációk, mondjuk nem tudom, 44. október végénél rosszabb helyzetet mondjuk nehéz elképzelni, vagy 51 Magyarországát, azok mindenestül rossz történelmi korszakok voltak, de legtöbbször ez nem így van. Tehát nem igaz, hogy egy mindenestől rossz történelmi korszakban élünk, nem igaz, hogy egy mindenestől rossz kormányzás van, meg hogy ez egy mindenestől, ami sokkal fontosabb, hogy ez nem egy mindenestől rossz ország. Ha az ember ezt gondolja, akkor elkezdi szarul érezni magát a saját hazájában. És nehéz ám szeretni egy olyan hazát, amiben folyamatosan rosszul érzed magad. És szerintem azért ezen érdemes volna sokaknak elgondolkozni, a kormánykritikus gondolkodású embereknek is, hogy milyen érzelmi, meg mentális buborékba zárja be magát az ellenzéki közvélemény. Nem, ez nem vezet jóra. Egyet tudsz érteni azzal az Orbáni mondattal, amely tavaly a Bálnánál hangzott el az eredménymára után, hogy ezzel a választással azok is jól járnak, akik nem ránk szavaztak. Ezt azért teszem fel ezt a kérdést, mert az előző válaszodból egy olyat is ki lehet hallani, hogy sokan már csak beleragadtak ebbe a depresszív állapotba, és alapvetően nem is feltétlenül élnek a társadalom legalsó szintjén, hanem már egy ilyen dafke érzésből, pont ebből az Orbán korszakos, számukra nyomasztó érzésből már csak azért is gyűlölni fogják, és nem azt helyezik előtérbe, ami mondjuk az ő életkörülményeik megvizsgálása alapján jöhet neki. Nem kell ahhoz a társadalom alján élni, hogy valaki kritikus legyen a kormányzással kapcsolatban. Tehát önmagában egy ember szubjektíve ő maga élhet egészen jól is, és teljesen legitim az, hogy egyébként elégedetlen bizonyos dolgokkal. Hát az az Orbáni mondat, ez egy jó politikai bombó volt persze, hogy különösen amikor egy erős többség áll mögötted, akkor azt mondod, hogy hát van, akik még nem állnak mögöttünk, de azok is jól fognak járni. Minden kormányzás azt ígéri, hogy mindenki jól fog járni. Visszatérve a 2002-esre emlékszünk, hogy az akkori koalíció azt a dicső 8 évet úgy kezdte el, hogy azt mondta Medgyessy Péter, hogy mindenki kormánya leszünk. Nem voltak, de szerintem ez sem az. Tehát nem is kell, hogy mindenki kormánya legyen. Ez egy illúzió. Tehát a demokrácia pont arról szól, hogy nem mindenki kormánya van hatalmon. Az is nagyon fontos, hogy egyrészt akik azok közé tartoznak, akik úgy érzik, hogy ez a kormányzat nem az övék, azok attól még ne érezzék úgy, hogy a haza sem az övék, és ne érezzék úgy, hogy minden utálatos, ami ebben az országban történik, hogy nem lehet örülni semminek, még annak sem, ami a pályán történik, mondjuk a fociban, mert ha örülsz egy válogatott sikernek, akkor bizonyos ilyen roham ellenzéki körökben már akkor Fidesz-bérencé válsz, mert a miniszterelnök szereti a futballt. De a másik meg az, hogy aki viszont azok közé tartozik, akik meg úgy érzik, hogy ez a kormány az övék, azok viszont azért fontos, hogy hogy megértsék, hogy akik szerint meg nem az ő kormányuk, azok a hazához tartoznak. Tehát azzal nem iratkozol ki a hazából, hogy az egyébként demokratikus, legitim módon megválasztott kormányt nem érzed a magadénak. Ez egy teljesen legitim dolog, hogy ne érezd magadénak ezt a kormányt. Sőt, tovább megyek. Én szerintem... Sokan vannak szerinted olyan kormánybarátok, akik így gondolkodnak, hogy ők nem a haza részei, akik... Látok én ilyet. Látok ilyet. Hogy mennyien vannak, azt nehéz megmondani. Még azt is nehéz megmondani, hogy mennyien vannak azok a típusú ellenzékiek, akikről az előbb beszéltem. Azért nehéz megmondani, mert a közösségi média korában a leghangosabbak mindig azok, akiknek a legjobban föl van cseszve az agya. Éppen valami. És ezek általában, még ha egyébként jóra való és intelligens emberek is, ebben a fölhúzott szellemi állapotban baromságokat szoktak kommentelni, hát még ha az alapvető képességek is hiányoznak, már pedig azért a törzskommentelők jelentős részénél azért még mondjuk néhány 10 000 oldal elolvasása ajánlott lenne az első leütés előtt, mielőtt bármit kommentel, de sajnos ez nem történik meg. Ezért nehéz megmondani, ha az ember elhiszi, amit nem szabad elhinni, de ettől még időnként újra meg újra elhisszük, hogy a kommentmező a magyar politikai valóság, akkor én bőven látok példát arra is. Aki azt gondolja kormánypártiként, hogy aki nem érzi magáénak ezt a kormányzást, az nem érzi magáénak ezt az országot sem. Ezek ráadásul egymást erősítik, ez nagyon fontos. Tehát amikor leírja a roham ellenzéki, hogy ez az ország úgy szar, ahogy van, az emberek jobbágyok, parasztok, bunkók, Ázsia, stb., mert itt a Fidesz, ha ennyiszer nyeretett, akkor ez a nép, ez menjen a fenébe. A másik oldalról pedig, ugye, aki viszont azt gondolja, hogy aki nem kormánypárti vagy nem tud lelkesedni minden kormányzati intézkedésért, az nem magyar meg hazárló, az látja ezt, és azt mondja, hogy aha, hát itt a példa rá. És tehát akkor, amikor a roham kormánypárti meg leírja, hogy nem vagy magyar, akkor meg a fordítva, akkor a roham ellenzéki azt mondja, hogy na, erről beszélek, ilyenek ezek, ilyen állatok országában élünk. Borzasztó rossz, hogy ezek az emberek a legrosszabb gombokat nyomogatják egymáson, és ezzel egyébként szerintem megmérgeznek egy csomó olyan embert, és aki amúgy nem ilyen. Csak olvassa ezt a fekália áradatot a kommentekbe. Ja, és hát azért vannak olyan véleményformálók, akik meg ráálltak arra, hogy ezt kiszolgálják. Tehát egész portálok vannak arra, hogy ezt szolgálják elsősorban ki. Mind a két oldalról hallottam olyan történetet, hogy szerkesztőségben dolgoztak ismerőseim, és vagy valami olyasmit szerettek volna lehozni, ami csak egy egészen picit kormánykritikus lett volna, vagy egyszerűen csak valamilyen kormányzattal kapcsolatos intézkedés, dolog, jelenség, negatív, és rettetesen letolták, hogy mit képzel. Igazad van, Na, ezzel azoknak a malmára hajtod a vizet. És olyan is találkoztam, aki meg akarta írni egy ellenzéki, egy nagyon ellenzéki portára, hogy bizonyos ügyben a kormány egész korrektül járt el, és akkor azt mondták, hogy át lehet lépni a Fideszbe, hülye gyerek. Ez volt a reakció. Gábor, beszéljünk egy másik klasszikus és nagyon közkedvelt ellenzéki toposzról. Nagyjából fél évvel ezelőtt abban a székben ott ült Fodor Gábor, aki azt mondta, hogy magát a választói jog kifejezetten jó ismerőjeként definiálva azt mondta, hogy nincs választási csalás Magyarországon. Az első kérdésem hozzád, kedves Balogh Gábor, van-e szerinted választási csalás? Csalással nyer 4 évről 4 évre a Fidesz, és a másik kérdésem erre vonatkozóan az, látva a lengyelországi választásokat, ahol a hazai ellenzék a demokrácia ünnepeként éli meg, hogy micsoda színes koalíció vezetheti itt végig alkudozni és tárgyalni és vitatkozni kell, és az lesz a jó kormányzás. Milyennek ítéled meg azt a magyar választójogi rendszert, amiben a győztes visz mindent víz alapon, egy erős felhatalmazással kormányozhat valaki? Kvázi erős felhatalmazás, potens kormányzás, illetve egy veszekedős, nagyon szép koalíciós, de elképzelhető, hogy sehová nem vezető, 1 év után megbukó kormányzás. Ez a kérdés kombó van. Az első kérdésedre a válasz az, hogy dehogy. Nem, semmilyen csalás nem történt. A világon semmilyen csalás nem történt. Mondd meg egy alkérdésként, miért közkedvelt vád ez mai napig? Igaz, hogy ez már Marika néniéktől, Józsi bácsiéktől jövő. Két oka van szerintem. Az egyik egy racionálisabb, a másik egy teljesen irracionális. Kezdem a teljesen irracionális, hanem az egyszerűbb. Hát az, hogy ha mindig veszít a csapatod, akkor előbb-utóbb kitalálod, hogy igen, a bíró, meg a partjelző, megbundázták. Tehát azért van ebben egy ilyen is. Azért arra is emlékezzünk, hogy 2002-ben volt, akik lezártak egy hidat, mert nem hitték el, hogy ez egyébként szoros volt a választási eredmény, hogy ez a választási eredmény jött ki. Megjegyzem, szerintem tisztességesen amúgy az nem volt kivizsgálva, de azért alapvetően én az a típusú ember voltam, aki a lefújt meccs után azért már lehet, hogy nagyon búsan, de én már a büfébe sörözgettem. Tehát én akkor már levonulok ilyenkor a lelátóról. Tehát van egy ilyen is, hogy egyszerűen nem akarom elfogadni, és sokkal egyszerűbb belemenekülni abba, hogy ez el van csalva. A másik, amit azért szintén gyakran hallani, és ennek van racionális magja, csak a levont következtetés nem feltétlenül helyes. Az, hogy amit te is említettél, ez a magyar választójogi rendszer. Most a magyar választójogi rendszer az dolog egyik fele az, hogy valóban a győztest agyon kompenzálja. Szerintem agyon kompenzálja. Én ennyi kompenzációt nem adnék a győztesnek. Én értem, hogy ez egy stabil kormányzást jelent, de szerintem Magyarországon mondjuk egy ennél jóval kevésbé a győztest, nem is kompenzálom, milyen hülye kifejezés, ugye kompenzálni, igen, azt szoktuk, ami veszteség, szóval a győztes jutalmazó rendszer lenne, jóval kevésbé lenne ilyen, akkor is stabil kormányzás lenne, csak hát, mint tudom, irgalom atya, ne hagyjál, nem lenne 2/3. Szóval szerintem azért kevesen tudják, de elketyegett ez a kormányzás is 2/3 nélkül. Volt olyan, amikor a Jobbik elvett időközben egy mandátumot a Fidesztől, 2016-ban vagy 5-ben, és akkor évekig egyébként nem volt 2/3 Magyarországon. Senkinek nem tűnt föl. Szerintem még a kormánypártiaknak még sem. Még én se tudtam volna. Igen, tehát nem is értettem azokat a kormánypárti ismerőseimet, akik baromra izgultak, hogy lesz 2/3. És akkor fölvilágosítottam őket, hogy apafej évekig élt egy olyan országból, az általat preferált politikai erőknek nem volt 2/3, és akkor sokan meglepődtek. Tényleg nem volt a közbeszéd része egyébként. Szóval a lényeg az, hogy szerintem anélkül is lehetne stabil. Ráadásul a magyar alapvető eredeti választójogi rendszer is szerintem olyan volt, ami azért elég stabil kormányzást eredményezhetett, és azért vagy jutalmazta, most adjuk ezt a rossz kifejezést, jutalmazta ám a győztest az is. Hát gondoljunk bele, hogy pont 2002-ben milyen irgalmatlanul szoros eredmény volt, és ahhoz képest azért volt egy jól működő és meggyőző többsége annak a balliberális koalíciónak, pedig matematikailag nem szavaztak annyian többen rájuk, mint amennyivel több képviselő ült benne a parlamentben. Szóval azért az is jutalmazta a győztest, és azt szerintem rendben volt, hogy annyira jutalmazta. A teljesen arányos listás választójogi rendszer bármennyire is az én ilyen örök 3., 4., meg 10. utas lelkemnek, hogy én imádom, hogyha sokféle párt van, meg sokféle alternatíva van, de hát ez nyilván egy instabil kormányzást eredményezhet, mondjuk ennek gyönyörű példája Olaszország, mondjuk ezt meg lehet nézni, ahol én nem is tudom, hanyadik kormányukat fogyasztják, csak mondjuk az elmúlt 5-6 évben. Hasonló a szlovák is, tehát azért ott is nem egy igazán stabil politikai rendszert eredményez a választójogi rendszerük, meg amúgy a pártrendszerük sem. Tehát én szerintem bőven túl van jutalmazva a győztes, és ami nagyon fontos, hogy ezt a választó jogi rendszert azért pont a kétharmaddal élve azért elég rendesen áthegezgetik időnként. És ezek viszont olykor nagyon átlátszóan célzatosak. Tehát például az, amikor Volner János ellenzékinek nevezett képviselő benyújtotta azt a bizonyos remek javaslatot egy egyébként bőven 5% alá mért kispárt elnökeként, amellyel lényegében átvágta a torkát a saját pártjának, amely egy olyan választó jogi átalakítást célzott, amelyet aztán hogyhogy nem a fideszes többség megszavazott, ami tulajdonképpen nem zárta ki, ezt nem szeretem, mert ez önfelmentés, csak nagyon megnehezítette azt, hogy az ellenzék több listán induljon. Azért megjegyzem, hogyha több listán indultak volna, és ezért bizonyos helyeken el kellett volna egymás ellen indulni, mert ennek ez lett volna a lényege, hogyha több lista van, akkor jó néhány helyen el kellett volna egymás ellen is indulni, tehát több ellenzéki jelölt lett volna. Na, ezt a remek eredményt akkor is elérték volna. Uh-huh. És akkor a lengyel analógia, egy ilyen egészen széles spektrumú kényszerkoalíció, az jó lenne Magyarországon? Hát ilyen nem. A lengyelek meg fognak szenvedni kegyetlenül ezzel. Mindenek előtt azért, mert nekik a legrosszabb matek valósult meg egyébként szerintem, mert ha most három pártszövetség, de maradjunk egyszerűen, három párt fogja alkotni, van egy ilyen liberális konzervatív, van egy ilyen harmadik utas, az is azért alapvetően konzervatív, és van egy radikál balos, tulajdonképpen szélső balosnak is nevezhető Levice nevű bal oldal lengyelül nevű formáció. Hát ezekkel az arcokkal azért élmény lesz együtt kormányozni. Tehát az szerintem az nagyon kemény lesz, és az országnak sem fog jót tenni, mert ugyanis vagy az fog történni, hogy az ő elképzeléseiket áterőltetik ezen a koalíción, ami nem jó, vagy pedig, hogyha náluk erősebb partnerek meg beintenek, akkor meg egy borzasztóan instabil rendszer lesz. Tehát szerintem nem baj az, a koalíció van, de a koalíciót kötő pártoknak azért valamilyen világnézeti koherenciát kéne képviselniük. Ez a faltól falig levő ellenzéki összefogás ezért volt az első pillanattól kezdve egy teljesen elvetélt ötlet. Mi lehetne más? Itthon. Tulajdonképpen... Oké, kiderült, hogy a választási matek az nem úgy működik, hogy mint ahogy a hagyományos algebra. Ez kiderült. De akkor mi? Hát mindenek előtt azért mondjuk, pont tegnap mondtam el ebben a kötött fogásban, hogy Lengyelországban azért ez a három ellenzéki párt, ez három történet volt. Mindegyik nagyon erős történet volt. Tehát a Tuské az volt, hogy minden akkor volt jó, amikor én voltam miniszterelnök, és ezért ő nem egy Gyurcsányi alkat, tehát ott tényleg tömegek gondolják úgy, hogy jó volt, amikor ő miniszterelnök volt. Volt egy harmadik utas, amelyik elmondta, hogy aranyos ez a két öreg úr, itt a Kaczynski meg a Tusk, de mi jövünk a fiatalok, újak vagyunk, és mi majd valami üvet hozunk. A Levice meg hozta azt a jó rendes marxista, asztalcsapkodó balos világképet, ami mondjuk még a magyar baloldaltól is idegen különben, tehát azért a Levice az egy olyan igazi jó komcsi párt, még hogyha ezt nem is vállalják föl, de azért majdnem azok. És bármit is gondolunk erről, ez egy erős sztori. Tehát ha annak van tömege, meg tud szólítani egy ilyen baloldali populizmussal, vagy adott esetben demagógiával embereket, az egy történet. És a magyar ellenzéknek ilyen történetei nem, vagy minimálisan vannak. Tehát hiába a nulla, meg a nulla, az nulla lesz a végén. Tehát hiába adsz össze nem létező történeteket, azokból nem áll össze semmi. Ráadásul, hogyha ezeknek a világnézeti alapzata, már amennyiben bizonyos ellenzéki pártoknál beszéltünk világnézeti alapzatról, de azért valami van, az meg nagyon különböző, akkor ez még csak őszintének sem fog látszani. Tehát nem elég, hogy azok az emberek, mint amilyen mondjuk én vagyok, akiknek ez már ízlése szerint jó néhány olyan párt volt ebben, vagy olyan betűszó ebben az összefogásban, ami elfogadhatatlan volt. Tehát az égben lakó úristen nincs, hogy leszavazzak egy olyan listára, ahol ott van Gyurcsány Ferenc például, csak egy példát mondjak. Jó, de ebben azért megosztott volt a kormánykritikus oldal. Tehát igen, te nyilván az előéleted alapján neked ez elfogadhat. De csomóan befogott orral, szájjal mentek, és jó lesz az, mert minden csak ne Orbán. Igen, de közben még olyanok is voltak, akik amúgy nagyon szerették volna ezt az összefogást, de közben azt látták, hogy őszintétlen, hogy igazából úgy is gyűlölik egymást, úgy is alátesznek egymásnak, úgy is torzsalkodnak. Engem ez nem érintett meg, én ezen inkább csak mosolyogtam, mert egyrészt tudtam előre, hogy ez lesz, másrészt engem nem érdekelt, hogy ők őszintén fognak össze vagy sem, mert ha valaki őszintén akar összefogni Gyurcsány Ferenccel, akkor az talán még annál is szomorúbb, mintha nem őszintén tenné. Tehát ez igazából... A Fidesz kisgazda összefogás se tűnt annyira őszintének, nem? Vagy őszintébbnek, mint ez? Mondjuk valamivel talán őszintébbnek, de az se volt igazán őszinte. Hát őszinte nem volt, az biztos, egyik oldalról sem, de volt egy olyan alapvető világnézeti alapjazata, hogy most mindegy, mit gondolunk Torgyán Józsefről, meg arról a stílusról, amit őt megvalósított, de Torgyán József egyetlen 10 másodpercig se tűnt másnak, mint egy jobboldali politikusnak. Legfeljebb egy olyannak, amilyen, de jobboldali politikus volt. És Orbán Viktor pedig akkor már egy jobboldali pártot, pártszövetséget vezetett. Azért itt két jobboldali ember, két jobboldali politikai erő fogott össze, vagy lépett egy matematikai kényszerkoalícióra, mert ez tényleg az volt. Ezt nehol be is vallották, szóval nagyon nem volt ez titkolva. Nem is működött jól, és valószínűleg ezt talán még ő maga is bevallotta, ugye Orbán Viktor is elmondta, hogy neki ez nem volt jó élmény. Tehát ő azt a 4 évet nem szeret, én szeretem azt a 4 évet, nem feltétlenül a kisgazdapárt miatt, de ő úgy élte meg, hogy ez a 4 év az egy kínszenvedés volt neki kormányzásként, mert mint kormányfőnek, mert koalíciós kényszerben volt. Szerintem nem az volt a baj, hogy koalíciós kényszer volt, az volt a baj, hogy olyan volt a koalíciós partner, amilyen. Az egy más kérdés. A tiszavirág életű zsenge fideszességedről már néhány gondolatot elmondtál nekünk, hogyan lettél és mikor Jobbik felé tendáló magyar állampolgár, ez hol találkozik a szakmai újságírói éneddel, és aztán a csalódás mi volt és mikor? Hú, hát az egy 4-5 óránk van, akkor ezt így dióhéjban elmondanám, próbálok tömör lenni. Jött ez a 2002-es bukta, és ez még önmagában az én gondolkodásomon nem sokat változtatott, vagy nem is radikalizált. Hány éves voltál akkor, Gábor? 20. 19. Tehát én nem vonultam a hídra, én ezt elfogadtam, hogy akkor most fölsóhajtottam, mint a híres filmben, aminek most szégyengyalázat nem jut eszembe a neve, aminek az elején ugye az van, hogy hát akkor itt fogunk élni. Egy Bereményi Gézaren írt a forgatókönyvet, egy zseniális film. Megáll az idő. Az igen. Szóval én akkor ott így megmondtam a vállam, jó, megállt az idő, itt fogunk élni. Engem a kettős állampolgárság körüli történet radikalizált. Én annak idején, amikor a Magyarok Világszövetsége kitalálta ezt a népszavazási kampányt, akkor én ebbe önkéntesként besegítettem, és akkor járkáltunk, aláírás gyűjtöttünk, stb. És akkor az volt az általános vélemény, hogy hát a baloldali kormány nem fog-e mögébe állni, de annyira nem süllyedhetnek mélyre, hogy nemet mondjanak rá. Hát majd mondanak valami egyrészt, másrészt. Az a lényeg, hogy a balosok otthon fognak maradni, mert őket nem érdekli, de hát azt meg lehet úgy csinálni, hogy azért annyi embert mozgósítani, meg valamennyi semlegest, akit azért hát, ha megmozgat, ez az egyébként jó ügy, majd valami lesz. Engem teljesen megdöbbentett. Lehet, hogy naív voltam, de az a kép a mai napig belém éget, ahogyan, és szerintem minden benne volt abból a 8 évből, ahogy szegény Hiller István áll egy SZDSZ-es Molinó előtt, valahogy ilyen közös sajtájuk volt, és az SZDSZ Molinója 3-szor akkora volt, mint az MSZP, és szegény Hiller István, akiről egyébként tudni lehet, hogy ez jobb meggyőződés ellenére történt, de hát bevállalta, és elmondta, hogy arra biztatjuk az embereket, hogy tessék szépen elmenni. Kiállítottak egy emberarcú MSZP-st, tudod? Igen, aki bevállalta azt, hogy nagyon nem emberarcú dolgokat mond. És ugye ott hangzott el, hogy tessék szépen elmenni erre a választásra, és behúzni a nemet. És az engem meggyőzött arról, hogy a magyar baloldal az nem valami olyasmi, ami tőlem ideológiailag távol áll, és nem feltétlenül örülök, hogy kormányoznak, hanem engem meggyőzött arról, hogy ezek a nemzet halálos ellenségei. Én akkor ezt így éltem meg. Sokan lehettetek akkor így, hogy ez volt az a töréspont. Nekem ez egy nagyon erős élmény volt, egy ilyen vakú élmény volt, az abszolút bennem van. Mondom, még ez a pillanat is szegény Hiller tanár úrral, aki engem úgy tanított egyetemen, és nagyon kedveltem. Még jobban fájt, hogy ilyen helyzetben látom. És akkor ez egybeesett azzal, amikor a kevesen tudják, de a Jobbik, az a Jobbik Magyarországért mozgalom név, ebből hát azért, aki bírja a magyar nyelvet, az érzi, hogy bicsaklik itt egy kicsit ez, hogy miért Jobbik Magyarországért. Hát azért, mert jobboldali ifjúsági közösség volt az eredetileg, és ebben mindenféle figurák voltak egyébként, akik később aztán volt, aki MDF, volt, aki Fideszbe, KDNP-ben, Mi Ép, amikor még létezett, politizáltak, és ebből lett aztán egy később ez ugye párttá alakult, nem sokkal később, és én ebben az ifjúsági közösségben voltam fiatal egyetemistaként tag, amit én egy ilyen gyászmunkaként éltem meg 2002-3 körül, hogy össze lehet gyűlni olyan emberekkel, akik ott hasonlóképpen gondolkodnak, mint én. Volt a Károli Pince Klub, ez egy legendás hely volt, úgyhogy ott lehetett világot megváltani, olcsón zsíros kenyeret enni, meg közepesen rossz bort inni, és még a csajok is jók voltak. Tehát ez egy jó közeg volt, szerettünk oda lejárni. Igen, ennek a gyászmunkának egyébként több, hogy mondjam, rétege volt, mert én idősebb vagyok azért nálad, de emlékszem rá, hogy semmilyen pártpolitika nem érdekelt, tehát tudtam, hova húz a szívem, de akkor elkezdtem járni a tatabányai helyi Fidelitas klubba, mert hogy ez a gyászmunka, ez valami olyan egészen, úgy tudom megfogalmazni, hogy mai napig tartó igazodási pontot tudott adni az embernek, mert egy totál más közösségi élményre kényszerültél rá, és lehet, hogy ezeket a közösségi élményeket, ha nincs az a bukta, nem éljük és ahogyan biztos, az a bukta megtörténik, akkor nem élsz meg. Nem, és az identitásod is, nem mondom, hogy gyökeresen máshogy alakul, de máshogy alakul. Igen, hátradőltünk volna valószínűleg, hogy akkor rendben van minden. És akkor valahogy úgy ére, először a gyászmunka volt, és aztán utána egy ilyen tettvággyá alakult, tehát hogy valamit azért csináljunk. Én soha nem akartam pártpolitikával foglalkozni. Tehát amikor a Jobbik párttá alakult, akkor ott lett volna lehetőség arra, hogy az egy maroknyi 4-5 asztaltársaságnyi kis mag volt. Ha én ott kitalálom, hogy valami akarok lenni, valószínűleg lehettem volna, de azt nem akartam. Amikor viszont én ott aztán én ilyen pártoló tagfigura voltam, aki soha nem vállalt a világon semmilyen funkciót, nem is akartam csinálni semmit, eljárogattam különféle ilyen rendezvényekre, stb. Aztán én az ELTE-n a hallgatói önkormányzatba kezdtem el dolgozni, ami meg ugye alapból kizárt mindenféle ilyen politikai párttagságot, tehát akkor én ezt eleve hagytam, akkor nem foglalkoztam vele, mint politikai intézménnyel, azzal a párttal. És aztán amikor a 2008-9-es időszakban a Jobbik már elkezdett úgy láthatóvá válni, majd aztán megerősödni, és akkor lett médiuma, lett sajtója. Ez volt akkor a Barikád, még először heti lap, meg volt egy barikad.hu, és akkor engem oda elhívtak dolgozni. Egyébként nekem a legelső cikkem az még 2003-ban jelent meg a Magyar Nemzetben egyébként. Én oda egyszerűen elküldtem e-mailen. Befagyögtem egy kis cikket, elküldtem, és aztán legnagyobb megdöbbenésemre megjelentették. És Balogh Gábor egyetemi hallgató, el is van téve a mai napig, tehát a Benes dekrétumokról írtam, azt hiszem. És akkor mi csináltunk egyébként ilyen kis egyetemi, ma már hihetetlen, hogy volt ilyen, nem voltak blogok, hanem ilyen fanzint csináltunk, amit fénymásolóval terjesztettünk. Az is egy ilyen erősen jobboldali dolog volt, abban egyébként például olyan azóta már ikonikussá vált figurák, mint Békés Marci voltak például benne, tehát mély folyamtársak voltunk, és akkor de tehát ennek akkor azért még igazi tétje nem volt, és ennek akkor lett igazán tétje, amikor ez a Barikád elindult, és engem oda elhívtak hírszerkesztőnek, újságírónak, publicistának, mindenesnek, mindenki mindenes volt, tehát egy ilyen kicsi szerkesztőség volt. És onnan datálható az, hogy én a Jobbik pártlapítványa által fenntartott helyen dolgoztam, ez egy jobbikos portál volt. Én nem is tudom, hogy tudnál-e tőlem idézni a független újságírásról egy fél gondolatot is. Én soha nem szoktam erről beszélni. Tehát én nem voltam az. Én nagyon-nagyon hosszú ideig nem voltam független újságíró. Pártos lapot csináltunk. Igyekeztünk ugyanakkor nem hülyeségeket írni, és nem hazudni. Szerintem lehet pártos médiát csinálni úgy, hogy nem hazudsz, nem mocskolódsz, vagy uszítasz. Persze én azt elhiszem, hogy egy csomó ember ízlése szerint amúgy uszítás volt, amit mi csináltunk, mert radikális jobboldali dolog volt. És akkor most rövidre zárom először kezdem azzal, amikor én a legjobban éreztem magam a Jobbikban. Én őszintén megmondom, hogy ezt a magyargárdás, fölvonulásos történetet én azért mindig fenntartással szemléltem, de Isten ments, hogy előadjam az utólagos bölcset. Tehát én azért azt akkor alapvetően úgy éreztem, hogy jogos, oda kell lépni, rohadszal a közbiztonság, micsoda, ez a cigány-magyar együttélésre nagyon komoly gondok vannak, de az, ami mondjuk ennek kísérő jelensége volt, a tényleg igazi suttyó rasszista beszólások, a fenyegetőzések. Ezt annyira szégyelled, hogy még a kezeden is azt az arc életet takarod el, amit pont a kamera mutat. Tehát milyen érdekes, hogy lehet, a múltról így beszél Balogh Gábor. Lehet, hogy testbeszéd. Amúgy szégyellni nem szégyellem, csak voltak szégyenletes dolgok. Az tény. Én akkor éreztem magam a legjobban, amikor elkezdtünk középre öregedni. Szerintem, mert ez egy generációs párt voltam. Itt majdnem mindenki ilyen 20 éves kora körül kezdte, és amikor egyáltalán, ez nem feltétlenül az eltelt évek számától függött, sokkal inkább a közéletben, akár újságírás, akár aki politikai vonalon volt, politikában eltöltött évek, valahogy rávezették az embert arra, hogy megismerted a világot, és rájöttél, hogy annyira rohadtul nem fekete-fehér, mint ahogy elképzelted. És szerintem egy szerves folyamat volt. Én tudom, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ez csak egy politikai manőver volt a Jobbik részéről. Én azt nem vitatom, hogy biztos volt olyan, aki ezt úgy fogta fel a Jobbikból, hogy ez egy politikai manőver. Megkockáztatom, lehet, hogy azok, akik még ma is ott vannak, mert minden politikai manővert elfogadtak. Szerintem ez a nagy többség részéről egy ilyen őszinte érési folyamat volt. Van, aki ezt árulásnak élte meg, azt is tudom. De most itt mondjuk beszélek a 2016, 17, 18-as Jobbikról, mondjuk. Hát a csalódás az pedig nem is csalódás volt ez, hanem egy olyan szerves eltávolodás. Tehát annak idén Lukács György mondta azt, hogy én nem léptem ki a pártból, a párt lépett ki belőlem. Én nem voltam pártfunkció, tehát nem kellett kilépnie belőlem a pártnak, de hát azért a néppártosodásnak nevezett folyamat, amit mondjuk én nem szerettem ezt a kifejezést, mert a néppárt mögött nagy tömegnek kell állni, a Jobbiknak meg voltak pillanatai, amikor álltak nagy tömegek, de ez a fajta érési vagy változási folyamat, azért ez szerintem 18-ig, legfeljebb 19-ig lehetett szerves dolog. Tehát utána nem. Mert az, ami utána történt, az gyakorlatilag az volt, hogy a Jobbik kilapátolta önmaga alól először az ideológiai, világnézeti alapokat, és ezzel együtt a tömeget is, ami még mögötte volt. Azért 18-ban azért egy 1 milliós választó tábor volt. Én nem állítom, hogy mindegyik nagy meggyőződéses jobbikos volt, de hogy ebből 6-800 ezer ember komolyan gondolt, hogy ebben a pártban lát valamit. Én abban az időben fideszes szavazóként azt gondoltam, ha itt bármi recsenés van közvélemény szintjén a Fidesszel szemben, mint kormánypárt, akkor még adott esetben a Jobbikra is szükség lehet. És nem én voltam az egyetlen, aki azt gondolta, hogy eljöhet egy olyan választás, ahol az egyébként Fidesszel kritikus Jobbikra szükség lehet. Igen. Kényszerkoalícióban. Igen. Én nem tudom, hogy erről mit gondolt volna mondjuk az akkori pártvezetés. Az egy érdekes dolog, és szerintem viszont ez egy nagyon, hát most a tragikus, megint nem akarok túl nagy szót használni, de mondjuk úgy, hogy bennem nagyon sok keserűséget hagyott az az időszak, amikor viszont 16-17-től, amikor a Jobbik elkezdett úgy följönni, akkor azért nagyon komoly hasadás volt a konzervatív jobboldal, hogy ebben a történetben ki hova áll, és itt a politika nagyon megmérgezett egy csomó. Egyébként számomra fontos jó emberi viszonyt is olyanokkal, akik akkor úgy döntöttek, hogy inkább a Fidesz szimpatikusabb számukra. Tehát akkor ez egy rettenetesen mocskos kampány volt. Meg ez oda-vissza tényleg, tehát ez egy borzasztó mocskos kampány volt, de mondjuk az irgalmatlan karaktergyilkosság sorozat, itt mondjuk a vonának el kellett szenvedni, az szerintem példátlan volt a magyar politikában. Valószínű, hogy lehet, hogy volt olyan, aki azt gondolta, hogy még a Jobbikra akár szükség is lehet, de valószínű, hogy a döntéshozók többsége meg úgy gondolta, hogy vissza kell nyomni ezt a politikai erőt, mert ha csak az alternatíva látszata is van, mert azért a Jobbik nagyon messze volt attól, hogy egy másodpercig reális esély legyen arra, hogy leváltsa a Fidesz. Nagyon messze volt. De amikor fölmész 1 millió fölé, akkor már tényező vagy. Akkor abban már lehet 2 is, hogyha jól politizálsz. Azt el tudod hinni. És szerintem az elhívés volt, hogy senki ne higgye el, hogy a Fidesz leváltható. Ez szerintem fontos volt az akkori kormánypárti döntéshozóknak, és ott egy csomó olyan eszközbe vetettek, amit egyébként, ha megnézel, azóta meg nem. És ez egy érdekes dolog, hogy ma azért nincsenek szerintem ennyire durva karaktergyilkossági kísérletek az ellenzéki vezetőkkel szemben, mert nem kell. Ezt a karaktergyilkosságot, ezt harakiri szinten megcsinálják önmagukkal, napi szinten. Hogyha arra a kérdésre kéne nekem műsorvezetőként választ adni, hogy Balogh Gábor, mint újságíró, mely időszakában lubickolhatott leginkább, akkor én az Alfa híres korszakodat tenném meg, jól gondolom? Jól. Jól. Hogy emlékszel rá vissza? Műhely volt, csapat volt, és nagy szabadság volt ahhoz képest, nem is ahhoz képest, hanem annak ellenére, ez a jó kifejezés, hogy ennek az egész háttere finanszírozása az a Jobbik felől jött. Az, hogy nyilván elvárás volt, hogy amit a Jobbik csinál, az fontos. Hát az legyen címlapon, arról írjunk, arról beszéljünk, de hogy egyébként minden másról, ami hogyan fogalmazunk, mi csinálunk, abba minimális beleszólás volt. Tehát szerintem a tulajdonos ennyit mindenhol beleszól a tartalomba, de egészen minimális volt, és nagyon jó csapat volt, nagyon érdekes, kreatív dolgokat csináltunk. Én nagyon lubickoltam abban, hogy csinálunk egy olyan alapvetően, hát akkor azért még tényleg határozottan jobboldali... Mely évek ezek? Ez 2000, hát ugye én 2009-től voltam ott, én 2012 és 15 között nem ott voltam, akkor a Hagyaték című műsort készítettük a köztévének, amit nagyon-nagyon szerettem, és az egy nagyon szép időszak volt szintén, de hát ez nem egy klasszikus újságírói dolog volt, ez egy történelmi kulturális műsor volt, és egy 15-ben mentem vissza. Tehát a NER pénzelt téged. Úgyhogy, hát ha úgy vesszük, akkor engem már akkor megvett a NER. Így van, engem már akkor megvett a NER, és 2015-ben mentem vissza. És 15-től voltam ugye ott, aztán 19 végéig, és ebből az igazán lubickolós időszak az mondjuk 15 és 18 között. Tehát azt nagyon szerettem. Azt nagyon szerettem. Ebben az időszakban messiásnak hitted Simicskát? Nem. Messiásnak biztos, hogy nem. Nem. Én annak örültem, hogy van egy olyan fickó, akinek van médiafelülete, meg lehetősége arra, hogy megmutassa azt a jobboldali alternatívát, ami a Jobbik volt, és ami egyébként azért a mainstream médiában egy mindig súlya alatt kezelt dolog volt. Tehát azért a Jobbiknak, már mit tudom, 2014-ben is 8 vagy 900 ezer szavazója volt. Ehhez képest alig jelent meg a mainstream médiában, vagy ha igen, akkor csak azért, hogy elmondják, hogy nácik. Én annak örültem, hogy van egy olyan média felület, ahol legalább teret adnak ennek a dolognak. Én messiásnak őt nem láttam. Tehát én nem voltam se személyes ismerőse, se jó barátja, se boldog őse, ahogy a költő mondja, és életemben nem beszéltem vele. Fogalmam sincs, hogy őt mi mozgatta, de én azért egy üzletembernek mindig fenntartásokkal hiszem el azt, hogy én morális meg erkölcsi alapokon cselekszik. Ezt a részét én nem vettem be. De nem is érdekelt, mert úgy voltam vele, hogy ha ő ad lehetőséget arra, hogy jó dolgokat el lehessen mondani, ha ad lehetőséget arra, hogy legyen egy alternatív, inkább jobboldali, konzervatív média Magyarországon, ami nem a balliberális ellenzéki, meg nem a kormánypárti, az egy jó dolog. Tehát én ezt egy jó dologként éltem meg. Nyilván egészen máshogy értétek meg ti, akik meg akkor elmentek onnan, vagy akik úgy érezték, hogy a világ megy ki alóluk azzal, hogy Simicska máshogy döntött. Egyébként ezt én sokkal jobban megértem ma már. Én ezt akkor egy rinyálásnak éreztem. Hogy mit rinyáltok ti, hát úgyis ott van mögöttetek a kormány, amit tudom én. És pont ez egybeesett azzal az időszakkal, amikor a jobb oldalon belül ezek a személyes viszonyok, az szerint, hogy ki melyik nagyobb oldali, vagy nagyobb jobb oldali tömbbe állt be, nagyon megromlottak, ezért nem beszéltem meg senkivel. Én ezt az elmúlt néhány évben beszéltem meg néhány olyan emberrel, aki a másik oldalról élte át. És most már azért azt a részét jobban... Én fönntartom, hogy szerintem jó média volt, amit csináltak, de azt a részét viszont most már jobban megértem, hogy ez mekkora hátbaszúrás volt egy csomó embernek. Az ahogyan is, amilyen gyorsan lezajlott ez a dolog. Nagyon szorít, Gábor, az időnk, és meg akarom tartani a rovatokat. Okay. Ha ismered a bezzeget, tudod, hogy most mi következik. Többieknél engedtem, hogy terjengősek legyenek, de mivel utánunk is jönnek itt a műsor felvételben, ezért tényleg minden irodalmi érzékedet szedd össze, hogy rövid, tömör válaszokat adjál a következő nevekre. Horthy Miklós. Nem korszerű hazafi. Rákosi Mátyás. Utolsó az ember. Kádár János. Egy országot toltál át Ázsiába, ahogyan ezt Faludi György megfogalmazta. Antall József. Korszerűtlen hazafi, mint Horthy, csak a maga idejében volt korszerűtlen. Én szeretem a korszerűtlen embereket. Hont Gyula. a magyar lélek utolsó nagy baloldali ismerője volt, sajnos. Medgyessy Péter. Sok jó szándék, kevés tehetség. Gyurcsány Ferenc. Méreg. A magyar közélet meg legnagyobb kútmérgezőjének tartom. Bajnai Gordon. Közepesen működő csődgondnok volt, ma pedig a gyakorlatilag az ellenzéki kudarcokon élősködő figura. Valahogy minden bukásból néhány milliárddal több pénzzel jön ki az ő köre. Ez szerintem azért lassan föltűnhetne. Orbán Viktor. Fele annyi önmérséklet lenne, mint amekkora tehetség, és egy kicsit több távlatos gondolkodás, mint amekkora zseniális taktikus, az nagyon jó lenne. De nekem ez a fő kritikám, a pillanat uralása, amit egyébként megfogalmazott Gérfodor Gábor, zseniálisan uralja a pillanatot, én örülnék, hogyha a jövőt is jobban szeretné uralni. Csurka István. Az utolsó nagy politikai táltos volt Magyarországon. A hatalmas tévedéseivel, meg a hatalmas igazságaival együtt. Morvai Krisztina. Valaki, aki túlságosan elhitte maga fontosságát, pedig egyébként nem volt jelentéktelen. Tehát ő fontos volt, de sokkal fontosabbnak kezdte el gondolni szerintem később magát, ami nem tett neki jót. Vona Gábor. Remény. Az utolsó, nekem úgy maradt meg, mint az ember, aki utoljára mutatta fel azt a reményt, hogy egy olyan politikai generációváltást lehet megvalósítani Magyarországon, ami nem jár azzal, hogy ideológiailag vagy világnézetileg alapvetően más jellegű kormányzás lesz. Tehát nekem ugye ez a jelenlegi kormányzáson nem az a bajom, hogy jobboldali, meg konzervatív. Én akkor nagyon hittem ebben. Erre mondom, hogy nekem akkor az a remény volt. Dobrev Klára. A klán. A klán embere. Maga a megtestesült, nem megtörtént rendszerváltás. Donát Anna. Tehetséges felületesség. Bayer Zsolt. Egyszer aztán le is nyilatkoztam, de nem, akkor most megteszem, hogy kedvelőim és utálóim jó, ha tudják, hogy Bayer Zsolt jelentősen felelőssé tehető azért, hogy én újságíró lettem. Nem azért, mert személyesen ismerjük egymást, hanem nekem az első nagy élményeim a Bayer cikkek voltak a 2000-es évek elején, amikor elkezdtem közélet iránt érdeklődni, akkor ő volt az, aki miatt én újságíró lettem. Az egyik legtehetségesebb és legjobb tólú magyar újságírónak tartom, és a legnagyobb szíve is neki van sok szempontból, tehát most ez alatt nem azt értem, hogy jó szíve van, fogalmas is milyen szíve van, nem is ismerem, hanem ő nagyon nagy lélekkel ír. Csak hát az a kérdés, hogy ebben a lélekben milyen érzéseket engedünk be, és szerintem az utóbbi években már ebből a nagy lélekből a legalsó salak kavarodik föl, és ezt köpi ki a világra, amikor nagyon elege van mindenből. Nem az a kérdés, hogy egyetértek-e vele vagy sem, hanem hogy ez jó-e. Szerintem meg nem jó. Egy olyan ember, aki tud egy olyan gyönyörű cikket írni a magyar lélekről, mint amit nemrég a Magyar Nemzetbe írt pár nappal korábban, az nem igazán értem, hogy mit csinál a blogján, meg minek. Lovas István. Hát a másik nagy példakép volt, és következetes, kérlelhetetlenül következetes ember volt. Őt nagyon nagy szerencsém volt ismerni is. Kérlelhetetlenül következetes figura volt. Megint csak azt mondom, hogy nem volt nekem sem mindenben igaza, olyan nincs, aki mindenben igaza van, de nagyon tiszteltem az őrületes műveltségét és tájékozottságát, és a kérlelhetetlenségét is, amiben egy idő után én már nem tudtam vele tartani. Szóval én változtam, én nem voltam annyira radikális, mint amennyiről világ életében az volt. Egy idő után én már nem voltam annyira radikális, de szerintem az István az egész életében fekete-fehérnek látta a világot. Ami nem biztos, hogy jó, sőt biztos, hogy nem volt igaz, viszont nagyon tiszteletre méltó volt az álhatatosság, ahogyan ezt képviselte, és amekkora tudással képviselt. Bencsik András. Hát őt nem tudom megfejteni, amióta olvasom, vagy létezik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha Hát szóval, hogyha holnaptól nem írna újságot, én azzal sem gondolom, hogy nagy veszteség érné a magyar újságírást. Valahogy ő az, aki sose értettem, hogy miért, hogy ő miért főszerkesztő, meg miért jelentős a magyar médiában. Őt nem. Szijjártó Péter. Hatalmas szorgalom. Nagyon nagy akarat. Nem akarom őt kellemetleníteni, de azért magamat se, de hát volt annak idején egy borzasztóan rossz és aljas náci propagandafilm, az Akarat diadala. De róla sokszor eszembe jut, hogy az egész pályafutása ennek az akaratnak a megtestesülése, hogy ő nagyon, nagyon akar valamit. Átformálta a magyar külpolitikai gondolkodást, részben nagyon jó, részben nagyon rossz irányba. Nagyon jó irányba azért, mert a külgazdasági vonal, az, hogy a magyar külpolitikának nem csak az a feladata, hogy jó viszonyokat ápoljon, meg udvariasan partikon szendvicseket egyen, az nagyon fontos, hogy ezt átalakította. Ugyanakkor viszont szerintem igazából jóformán felszámolta a diplomáciát, és most ez alatt nem a diplomáciai testületet értem, hanem azt, amit diplomácia alatt értünk. Szerintem azért egy külügyminiszternek nem mindig az a feladata, hogy oda mondogasson. Arra ott lenne a miniszterelnök, meg egy csomó más politikus, aki ugyanezt elmondhatná. Nem hiszem, hogy az ő dolga. Orbán Balázs. Azon figurák közé tartozik, akik a kormánypárt fiatalabb nemzedékében szerintem nem fölkapaszkodták, vagy fölnyalták magukat oda, ahol vannak, hanem valódi tehetséggel és szorgalommal jutott el oda, ahol van. És ő az, akit szeretek hallgatni. Még akkor is, amikor olyat mondom, amivel nem értek egyet. És az ritka általában magyar politikában szerintem rossz hallgatni a politikusokat, általában rosszul beszélnek, meg összeszedetlenül, ő meg nem. Tehát ott van gondolatiság is a mögött, amit képvisel. Hagylak inni. Kocsis Máté. Jó debatter. Nagyon jól beszél a parlamentben. Vagy vállalja, vagy ilyen, de szerintem ő a bad guy, ő a rossz fiú, aki keményen odamond, sokszor nagyon igazságtalan, meg nagyon sablonos, amit mond, vagy inkább egyoldalú. Ugyanakkor viszont ha van homopolitikus, ha van rátermett, arra született ember, szerintem a Kocsis Máté az, és ami nagyon fontos, hogy szerintem az viszont nagyon tiszteletre méltó dolog, amit a Józsefváros érintett. Tehát egy borzasztó rossz állapotban levő kerületet szedett össze. Lázár János. Kormányinfók. Én jártam kormányinfókra, és nem akarom Gulyás Gergelyt megbántani, nagyon más karakter. Lázár János az a karakter volt, aki egy show-műsort tudott ebből a dologból csinálni, aki miatt könyököltünk a szerkesztőségből, hogy kimenjen a kormányinfóra, mert ha jól irányzott kérdést tettél föl, akkor olyan választ adott, amit utána vagy idéztek, és ez neked újságíróként egy olyan mégiscsak én kérdeztem. Az impact faktor növekedett, így van. Még másrészt, ami viszont fontos, hogy érdemi kérdésre, ha érdemi kérdést kapott, hát azért a magyar ellenzéki média jelentős részétől nem mindig. Tehát azért a 444-es kollega mindig megkérdezte, hogy milyen is demokrácia Magyarországon, erre milyen kérdést lehet, vagy milyen választ lehet adni. Ugyanakkor, ha értelmes kérdést, valódi kérdést tette, feltől az ember arra kapott valódi választ, és ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy elnézést tudott kérni, hogy elnézést, én ezt a dolgot, most nem ismerem, de majd utána járok, és visszatérünk a következő kormányinfón. És tényleg így volt, hogy visszakérdeztem, és akkor már előszedte a kis papír, fogalmam sincs, hogy találta meg mindig ezeket a papírokat, a 40-ből rögtön így kint a bűvész kiúzta pont azt, amelyiket erre elhozta, és úgy elhozta, hogy azt se tudta, hogy ott leszek-e mondjuk én, és biztos, hogy megkérdezem-e, de elhozta, és akkor elmondta, hogy aztán, amit elmondott, az mennyire volt hiteles, vagy mennyire volt igaz, azt mindenki ítélje meg maga, de az, hogy volt érdemi válasz. Én mostanában egy kicsit azt látom, hogy sajtóelhárítás folyik. Tehát inkább ez a, mindegy, van valami kérdés, jó, akkor elmondunk rá valami kis búsitát, és akkor következő kérdésre áttérünk. Szerintem a Lázár az egy nagyon fontos funkciót töltött be azzal, hogy a kormányinfót kitalálta, megvalósította, és föltöltötte olyan tartalommal, amilyen. Kérlek a szűk szavúságra a következőben. Okay. Nagyon fut az idő. Novák Katalin. Jobb köztársaság élnek, mint az előző kettő. Hiller István. Tanárként nagyon tiszteltem, politikusként nagy csalódás volt. Karácsony Gergely. Túlélő. Mindig minden vereségből valahogy fölkapaszkodik, túlélés, vagy minden botrányból, és mindig kiderül, hogy nem ő a felelős. A jó fiú, neki elhisszük. Már nem én, de sokan. Schiffer András. Nem tudom hány kiló, de pont annyi kiló tömör elv az egész ember. Puzsér Róbert. Nem tudom hány kiló, ezt is kell tenni. Igen. Nagy szív, ott is egyébként, tehát nagyon szívből, bármit mond mindig, a szívből teszi, rettenetesen nagy vehemenciával teszi. Az az erőssége, ami a gyengesége, és akkor nem akarom nagyobb bőlére ereszteni, ő maga is el szokta mondani, hogy a puzsérizmus az az, amikor a részletből az egészet tudsz következtetni. Na most az nagyon jó képesség, amikor valaki a részletből meg tudja látni az egészet, csak van olyan részlet, amiből nem áll, sehogy se jön ki semmi nagyobb, és ő abból is kihozza. Szerintem ilyenkor nyúl mellé. Amikor viszont meglátja a részben az egészet, akkor meg nagyon jókat mond. Potyondi Edina. Amikor nem politizált, viccesebb volt. Kálmán Olga. Szintén jó a válasz ide. Körülbelül ide is, igen. Így van. Perjés Zoltán. Annak idején volt utána egy tévében egy műsor, amiben közösen voltunk. Iszonyatosan erős igazságérzet és indulat. És amikor igaza van, akkor nagyon igaza van, de tudod, van az embertípus, aki nem tudja elviselni, amikor nincs igaza, és ennél egy kellemetlenebb embertípus van, aki nem tudja elviselni, amikor igaza van. Tehát amikor úgy érzi, hogy igaza van, és van is valami fölépítve az igazságára, de túlhajtja, még erősebbet akar, még jobbat akar, és nekünk, ha visszanézi valaki azokat, aztán fönn vannak még, akkor ezen voltak az állandó, nem tudom mennyire látszott, de ilyen kötélhúzásaink és küzdelmeink, hogy jól van Zoli, most már elmondtad, igazad van, de most még egyszer akartam mondani, hogy milyen szarházi aljas szemét mocskos valaki vagy valami, amit ő annak tartott. Para Kovács Imre. Állati jó humora van, nagyon, szerencsém a személyesen ismerni, nagyon jó humorú, nagyon egyedi világlátású, ironikus világlátású ember. Szerintem kicsit beleragadt abba a baloldali, vagy ilyen óbaloldali, óballiberális világban, de szerintem meg nagyon kilóg. Nem tettem neki rosszat, hogy ezt mondom, de szerintem az Imre kilóg onnan. Havas Henrik. Zseniális önmenedzselés. Tehát elképesztően tudta eladni azt is, amikor jó volt, meg azt is, amikor kevésbé. Dúró Dóra. Lehetett volna az ember arcú jobbikos. Ezt most nem azért mondom, hogy többet nincs emberi arca, hanem minden pártban megvan az ember arcú figura, aki a kedvesebb és a nyitottabb. De egy ideig csinálta, és egy másik utat választott. Szerintem az ember arcú jobbikos jobban állt neki, mint az ember arcú mi hazánkos. Szerintem jobban állt neki, de egyébként azt hozzá kell tenni, hogy egy következetes ember. Toroczkai László. Ugyanez következetesség. Következetesség, az a tévedéseiben is következetesség, meg az igazságaiban is az. Ez egy tiszteletre dolog. Ja, és még egy az, hogy a világ végéről ásott halomról felépítette a maga politikai történetét. Úgy, hogy az a maga keretrendszerén belül teljesen kerek és hiteles. Gulyás Márton. Szintén nagyon a nulláról kezdte. Most már megvannak a megfelelő donorok, támogatók, stb., amiket egyébként transzparens módon el is mond, szerintem azért ezt javára kell írni, de azért tényleg a nulláról kezdte, és nagyon nagy utat járt be, ő tényleg ez az izgága, rohadt idegesítő aktivista figura volt, szépen lassan, jó, azt gondolom, hogy alapvetően autodidakta módon beletanult és a szakmába, és jó pillanataiban a Partizán az az egyik legfontosabb közszolgálati funkciót ellátó médium Magyarországon, ezek a jó pillanataik. A rossz pillanataik meg azok, amikor ragaszkodnak ahhoz, hogy ezt ultraprogresszív, ultrabalos indoktrinációt, meg népnevelést csinálják. Azt elkapcsolok. Gérfodor Gábor. A pillanat uralása mindig ez jut eszembe róla. Mekkora zseni, aki kitalálta ezt a politikai utat, vagy politikai taktikát. Szerintem az a gond, hogy ebből filozófia lett, az meg nem jó. Taktikának nagyon jó. Békés Márton. Hát ugye ő az, akit én egyetemről ismertem. Én a Marcinak köszönhetem azt, hogy elkezdtem rendszeresen írni. Tehát a kis fanzinunkat ő alapította, és ő hívott engem. Tehát én azért örökké hálás leszek neki, hogy kitaposta belőlem a cikkeket, hogy amikor hajnalig ment valamelyik kocsmában a világ megváltás, és 10-re le kellett adni a cikket, akkor a Marci szigorú volt, mert a Fény más volt fanzinnak is megfelelő ezéje volt, labzártája volt, ami mi akkor mindig röhögtünk, de hát ő már akkor komolyan vette ezt a dolgot, amikor pedig egyáltalán kellett volna komolyan venni, szerintem ez jó dolog. Ő mindent rettenetesen komolyan vesz szerintem az életében. Valahogy ez jut eszembe róla, hogy ő mindig olyan komoly fiú volt. Schmidt Mária. A terrorháza óriási teljesítmény, az egyedülálló Európában, szerintem. Viszont én nem szeretem azt, amikor egy történész úgy aktuálpolitizált, mindenki aktuálpolitizálhat a bűvésztől kezdve a galambászig, nem ez a kérdés, a történész is, csak akkor ne keverje bele a szakmáját. Tehát amikor elmondja például, hogy mi a baj a jelenlegi német politikával, akkor az utolsó sorig egyetértek vele, és a végén olyan bekezdéseket tud írni, amik az egész német történelemet belehelyezik abba a keretbe, hogy ez szükségszerűen ide vezetett, mert ezek a németek ilyenek. És akkor én ez itt bennem azért fölsikolta, már régen elvetélt történész, mert történelemszakon végeztem, hogy de ezt miért? Mert nem odavaló. Ungár Péter. A legtehetségesebb ellenzéki politikus. Piszkos úr nehéz terepen dolgozik, mert jön egy olyan családból, amilyenből jön. Tudjuk, hogy ugye előbb pont az édesanyjáról beszéltünk. De nekem tetszik az, hogy állja, és nem csak azt állja, hogy milyen családból jött, hanem azt is állja, hogy ő egy olyan ellenzéki politikát akar csinálni, aminek mondani valója van, üzenete van, és hogyha ez üzenet, vagy mondani való, vagy szándék véletlenül, irgalom atya ne hagyj el, metszi a kormányzati szándékokat, akkor ezt elismeri, és azt mondja, hogy most ez rendben volt. Csintalan Sándor. Valahogy most több olyat mondasz, akinél mindig ez jön, ez a nagy szív, ez a hatalmas indulat. Tehát ő is ilyen hatalmas indulatú ember. Azt hiszem, hogy világ életében nagyon szeretett őszintén lelkesedni és hinni valamiért. Ezért emlékszem arra, amikor ő a baloldalt elhagyta, és a Fideszhez igazolt, szó szerint be is lépett. Ő akkor ugyanolyan őszintén rettenetesen hitt ebben. Szerintem ugyanez az ő keserűségének és indulatának az egyik mozgatórugója az, hogy ebben nagyon hitt, és úgy érezte, hogy átverték, csalódott, és most meg abban hisz nagyon, hogy rettenetesen és azonnal le kell váltani. Dévényi István. Okos. Ő nagyon okos fiú, szerintem. Tehát és egy ilyen érdekes egyedi látásmódja van a világról. Van benne önirónia. A magyar sajtóból ez nagyon hiányzik, szerintem. Pörzse Sándor. Hát ő személyes, nagyon nagy elfogultságaim vannak. Hát a Barikádnak ő volt a főszerkesztője, akkor, amikor együtt dolgoztunk. Úgyhogy szerintem nála az érdekes, hogy ő sportújságíró volt, és onnan lett közéleti újságíró, és ilyen baromi nagy lelkesedéssel, meg szorgalommal vetette bele magát, hogy ő a közéleti újságírásban is otthon legyen, és egy majdnem autodidakta folyamat volt, mert egész más ám a sportújságírásba oda menni. De mondjuk ezt lehet, hogy te is tudod, mert zenei szerkesztő volt, és utána kezdték közéletit csinálni. Én tisztelem, aki ezt úgy bele tud ebbe állni, és aztán elkezd otthon lenni ebbe, és csinálja. Meg szerintem az is fontos, hogy a Sanyi is azok közé tartozott, akik nagyon vehemensek voltak, nagyon-nagyon radikálisok voltak, hát emlékszel, olyan Barikád címnapok voltak azért, hogy néha mi is letettük a hajunkat, akik a .hu-nál dolgoztunk, hogy néztük a címnapot, hogy biztos ki akarjátok ezt adni. De ő tudott önkritikát gyakorolni, és megvan a maga története arról, hogy ő el tudja mondani, hogy ez miért nem gondolja már úgy. Konok Péter. Nagyon egyedi gondolkodású figura, hihetetlenül makacsul önálló. Neki az van a Facebook oldalára írva a bemutatkozáshoz, hogy életvitelszerűen tartózkodom. Ez zseniális szerintem. Ő tényleg ez, nem tudom jobban megfogalmazni. Borzasztóan tisztelem az örök makacs kívülállóságát. Ideológiailag meg csillagrendszerekre vagyunk egymástól. Hont András. Nem vagyunk ideológiailag csillagrendszerekre egymástól az Andrással, tehát ott mondjuk, de azért kezdtem így, mert ugyanazt tudom mondani ebből a szempontból, mint a Konoknál, hogy nagyon tisztelem a makacs önálló úton járását, és azt, hogy többször az életében felvállalta azt, hogy áruló legyen mások szemében. Azért, mert a maga útját járta. És aki ezt a jelzőt már a nyilvánosságban élő emberként megkapta, az tudja, hogy lehet bármilyen vastag az arcod, az rohadtul fáj. Tehát ezt annak idején is megkaptam, nagyon tud fájni. És ő ezt nagyon kemény makacs méltósággal viseli, és megy a maga útján, szerintem ezt tiszteletre méltó. Két nagyon rövid kérdést kapsz, Gábor. Nekem műsorvezetőként muszáj eldöntenem, hogy a velem szemben helyet foglaló vendéget a kormánykritikus vagy a kormánybarát oldalhoz sorolom. Téged én jobb helyen a kormánykritikus oldalra kell, hogy soroljanak. Nem gondolom, hogy vissza fogod utasítani. És mivel a kormánykritikus oldalhoz sorollak, így ennek megfelelően irányítottan a kérdés rád nézve úgy vonatkozik, hogy mondj egy olyan kormányzati intézkedést, ami neked szimpatikus, illetve mondj egy kormányhoz közel álló gondolkodót, politikust, írót, újságírót, akit bár nem annyira értesz vele egyet, de kifejezetten kedvelsz. Már egyébként ezekre mondtál példát korábban is. Az intézkedés az nálam egyértelműen az elszakított magyarsággal kapcsolatos paradigmaváltás. Tehát itt ez nem csak egy politikai változás volt, nem csak arról van szó, hogy több pénzt adnak erre, egy paradigmaváltás zajlott le, amely egységes, nem csak egységes nemzetként, mert azt már szegény Antall József is ugye így apostrofáltat, hogy 15 millió magyar miniszterelnök elélekben, hanem egységes gazdasági, kulturális egységként kezeli a Kárpát-medencében élő magyarságot a jelenlegi kormányzat. Szerintem, amikor majd egyszer ennek a történelmi korszaknak is egyszer szükségszerűen valamilyen formában vége lesz, és évtizedek múlva visszaemlékezünk arra, hogy mi a legfontosabb politikai öröksége ennek a kurzusnak, szerintem ez lesz. Mert ez az, amiből majd senki nem fog tudni teljesen kihátrálni. Tehát ez egy akkora paradigmaváltás, amit majd egy Gyurcsány Ferenc Isten ne adja miniszterelnök lesz, akkor lehet, hogy tizedennyi pénzből, de folytatnia kell, mert ez már lezajlott, és szerintem ez egy nagyon jó dolog. Ha pedig egy olyan embert keresünk, most tényleg sokat tudnék mondani, azért tudnék sokat mondani, mert sokat követek. Kevéssel értek egyet, de sokat követek. Nemrég volt itt nálad, azt hiszem kétszer is volt a Kohán Matyi. Én a Kohán Mátest azért említeném őt, mert szerintem a kormánypárti oldalon kifejezetten hiány cikk a jó, racionális, globálisan 3D-ben látni tudó külpolitikai elemző. Sokszor ilyen érzelmek alapján, meg elfogultságok alapján zajlanak külpolitikai idézőjeles elemzések. A Matyi viszont úgy, hogy egyébként megkérdőjelezhetetlenül kormánypárti, és ő egyértelműen jónak ítéli meg ezt a kormányzást. Ő ugyanakkor azt is felvállalja, hogy amiben nem teljesen koherens az ő véleménye a kormányéval, azt is felvállalja. És ami ennél sokkal fontosabb, hogy nagyon 3D-be látja a nemzetközi viszonyokat, és azt a fajta érdekelvű nemzeti gondolkodást testesíti meg, ami nálunk szerintem nem csak itt a kormánypárti oldalon hiányzik, hanem általában egy ilyen, nem tudom, ilyen nemzeti jellemhiba, hogy mi mindig érzelmi alapon gondolkodunk, és nem értjük meg, hogy amikor a világ nem ad nekünk igazat, akkor az nem tragédia, hanem akkor az egy érdekküzdelem, és az érdekküzdelemben helyt kell állni, és nem arról van szó, hogy nekünk igazunk van, nem, az senkit nem érdekel, hanem hogy mi az érdekérvényesítés útja. És szerintem annak ellenére, hogy nyilván nem mindenben értek vele egyet, meg a kormány külpolitikájával szemben is nekem van kritikus észrevételem, bár amúgy jóval kevesebb, mint az átlag ellenzéki közvéleménynek, de a Matyi az, akit a legszívesebben. Tehát ő most konkrétan per definícióm az ember, akitől mindent elolvasok, ami kijön, mert az egyik legizgalmasabb fiatal gondolkodó ezen a térfélen. Gábor, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Balogh Gábor volt a mai Bezzeg vendége, én Lentulai Krisztián voltam. Egy hét múlva ismét jövünk. Sziasztok!